Betiltják a vasárnapi munkavégzést a kereskedelemben, vagyis zárva lesz az üzletek zöme. Nem tudni még, mi lesz a dolgozókkal. Az őszi tüntetések vezéralakjáról törvénytelenül szivárogtattak, ellenkampányok indultak a karaktergyilkosságok nyomán. Az indiai lányok megvédték magukat, pedig hárman erőszakoskodtak velük a buszon, a támadók rács mögé kerültek. Jó estét kívánok, ez a Hír 24. Bevezetik az üzletek vasárnapi zárvatartását, erről a kormánypártok frakcióülésén döntöttek. Egészen pontosan betiltják a vasárnapi munkavégzést. Úgy tudjuk, vita lett belőle, de végül a Fidesz frakció többsége támogatta a KDNP javaslatát. Semmilyen üzlet nem lehet majd nyitva, csak ahol a tulajdonosok vagy azok családtagjai dolgoznak. Az ott dolgozóknak viszont az eddiginél magasabb fizetést kell majd adni a vasárnapi munka miatt. Mi azt szeretnénk, hogy Magyarországon vasárnap ne lehessen dolgoztatni senkit. Ebből a szempontból az első lépésnek tartjuk azt, hogy a kereskedelemben a vasárnapi munkavégzés tilalmáról szóló törvény megszülessen. Próbaidőnek nevezte a következő másfél évet az Alkotmánybíróság ma megválasztott elnöke. Lenkovics Barnabás alkotmánybírói mandátuma 2016 tavaszáig tart, vagyis akkor az elnöki megbízatása is megszűnik, kivéve ha kétharmaddal újra választják. A Fidesz nem tervezi az Alkotmánybíróság korábban elvett jogköreinek visszaállítását, Rédli Balázs tudósít. Amikor épült, kordon döntöttek. Miután elkészült, tojással dobálták a tüntetők a szabadságtéri emlékművet. A tiltakozók mindent megpróbálnak, hogy eltávolítsák. Az utolsó reményük az Alkotmánybíróság. Arról, hogy a szobor sorsáról lehet-e népszavazást kiírni, a testület fog dönteni, már egy új elnök vezetésével. Soron következik az Alkotmánybíróság elnökének titkos szavazással történő megválasztása. Ő az Lenkovics Barnabás. Az eddigi elnök Pacolai Péter mandátuma jövő februárban lejár. Újra jelölni nem akarták. Több kérdésben is eltér a véleménye a Fideszétől. Lenkovics Barnabás 1950-ben született, jogi diplomát szerzett, majd kutatott, a tulajdonjoggal foglalkozott. 2001-ben ombudsmanná választották, aztán 2007-ben a Fidesz javaslatára megválasztották alkotmánybírónak. A fontosabb döntéseknél a mai kormánytöbbségnek kedvező álláspontot képviselt. Támogatta például a Fidesz 2007-es népszavazási kezdeményezésének engedélyezését, majd az AB jogköreinek megnyírbálását és a fővárosi közgyűlés jobb oldalnak kedvező átalakítását is. Épp emiatt végül csak a Fidesz és a KDNP képviselői támogatták, rögtön le is tette az esküt. Én Lenkovics Barnabás. Elődje az újságírók közül hallgatta, miközben arról beszélt, hogy 2016 tavaszáig tart a megbízatása, mert az elnöki tisztség az alkotmánybírói mandátummal együtt lejár, kivéve ha kétharmaddal újra választják. Tekintsük ezt egy próbaidőnek, mind részemről, mind a testület részéről, mind a politika részéről. A kormánytöbbség többször is szűkített az alkotmánybíróság jogkörén. Már nem vizsgálhat költségvetési és adóügyeket, már nem kérheti bárki egy törvény felülvizsgálatát. Tartalmi szempontból nem vizsgálhatják az alaptörvény módosításait, és a korábbi alkotmánybírósági döntések hatályukat vesztették. Ha pedig egy AB döntés az államra nézve pénzügyi teherrel jár, a kormány külön adót szedhet. Lenkovics azt mondta, amit lehet, vissza szeretne szerezni ezekből. A személyem iránti és az intézmény iránti bizalom jeleként értékelném azt, hogyha a hatáskör korlátozásunkból a törvényhozás az alkotmányozó hatalom egyúttal visszavenne. A Fidesz válasza, ez most nem aktuális. Mi bízunk Lenkovics Barnabásban, ahogy egyébként bíztunk benne 6 vagy 7 esztendővel ezelőtt is. És a jogköröket visszaállítja? Még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, amit az előbbiekben elmondtam. Az európai gazdasági válság igényelte azt, hogy egy gyors és cselekvőképes gazdasági kormányzást tudjon kialakulni. Ugyan a magyar gazdasági helyzet sokat javult, de az európai gazdasági válság még nem múlt el. Az ellenzéki pártok többsége azért nem támogatta Lenkovicsot, mert szerintük a jogállam lebontásában segédkezett. Olyan alkotmánybíró választását a Magyar Szocialista Párt frakciója nem tudja támogatni, aki az egyházak diszkriminálását,
a bírák kényszernyugdíjazását, a fővárosi választás elcsalását lehetővé tévő törvények alkotmányossága mellett foglalt állást. A 15 alkotmánybíróból egyébként már csak 4 olyan van, akiket konszenzussal még 2010 előtt választottak. A többi 11 bíró a Fidesz jelöltje. Rédli Balázs, Hír 24. Az adatvédelmi hatósághoz fordult az őszi tüntetések egyik vezéralakja, mert valaki kiszivárogtatta a Hír TV-nek, hogy korábban kábítószer birtoklás miatt folyt ellene eljárás. A jogvédők szerint biztos, hogy törvénytelenül jutott ki ez az információ a sajtóhoz, bár kicsi az esély, hogy elkapják azt, aki szivárogtatott. A legnagyobb közösségi oldalon ellenkampány indult Váradi védelmében, ami a szakértő szerint teljesen új helyzetet hozhat a karaktergyilkosságok módszereiben. Vidós Mihály riportja. Kábítószerrel visszaélés miatt indult korábban büntető eljárás a kormány ellenes tüntetések egyik szónoka ellen. Ezzel a múlt csütörtöki Hír TV-s híradóval kezdődött a jobboldali média támadása az őszi tüntetések vezéralakjai ellen. A Simicska Lajos érdekeltségébe tartozó tévé azzal próbálta lejáratni Váradi Zsoltot, a VIV egykori alapítóját, hogy 2003-ban 1,5 gram füvet találtak nála a Margit szigeten. Az internetadó egy jelképe a kormány önkényuralmának. Váradi rögtön beleállt a támadásba, és a saját közösségi oldalán hozta nyilvánosságra az ügyiratait. Hozzátette, hogy az eset miatt annak idején elterelésen vett részt. Csütörtök óta aztán egymás után jöttek a Simicska Birodalom orgánumainak nagy leleplezései a tüntetések szervezői ellen. Gulyás Balázs egy nappal Váradi után jelezte a közösségi oldalán, hogy őt is megtalálta a karaktergyilkos gépezet egy másfél évvel korábbi balesete miatt, amelyben valóban ő volt a hibás. Azt írta, végig együttműködött a hatóságokkal, elismerte a felelősségét, és még ott bocsánatot kért az érintettektől. Szintén pénteken Nemes Balázsról a parlament előtti tüntetés szónokáról derítette ki a Hír TV, hogy tavaly tavasszal jelentkezett a miniszterelnökség gyakornokának, de nem vették fel. Ma pedig a Magyar Nemzet hozta vezetőanyagként, hogy az őszi tüntetésekbe bekapcsolódó koppánycsoport elnökének, Balogh Bélának milyen büntető ügyei voltak. Az üzenet egyértelmű, a Simicska sajtó szerint bűnözők vezették az őszi tüntetéseket. Ez egy siker, tehát hogy... Ez egy sikertörténet. Váradi Zsolt szerint a történtek is bizonyítják, hogy hatásos, amit csinálnak, különben nem vesződne azzal a kormánypárti sajtó, hogy lejárassa őket, és eszük ágában sincs leállni a támadások miatt. Erőt ad ahhoz, hogy így, oké, hát akkor még nekünk is lehet, hogy még egy fokozattal előrébb kell kapcsolni. Tehát, hogy nem bizonytalanít el minket. Én szeretnék egy jó országban élni, kész ilyen egyszerű, és szerintem elég sokan így vannak ezzel. A különleges személyes adatokkal visszaélésért akár börtönbüntetést is lehet kapni. A TASZ adatvédelmi programvezetője szerint, aki kiszivárogtatta a bűnügyi adatokat a sajtónak, az valószínűleg bűncselekményt követett el, de egyáltalán nem valószínű, hogy valaha felelnie kell majd a tettéért. A TASZ álláspontja szerint az nem lehetséges, hogy ezek a bűnügyi adatok törvényesen kerültek ki a sajtóhoz. Ebben az ügyben a TASZ képviseli Váradi Zsoltot, és a Nemzeti Adatvédelmi Hatósághoz fordultunk, hogy vizsgálja ki, hogy ez hogy történhetett. De nem csak Váradi Zsolt, hanem a tüntetők egy része is ellenakcióba fogott a lejárató kampány miatt. Kedves Hír TV címkével egyre másra osztják meg az emberek a rájuk nézve terhelő, röhelyes komolyságú történeteiket. Volt, aki azt vallotta be, hogy általános iskola óta maga írta alá az ellenőrzőjét a szülei helyett, más azért tartja magát támadhatónak, mert 15 évesen megszökött otthonról egy szilveszteri buli miatt. Az ilyen és hasonló önlebuktatások a hétvégén szinte ellepték a legnagyobb közösségi oldalt. Ez az első olyan komolyabb eset, amikor a közösség összefog, és kiáll egy ügy érdekében, és próbál válaszolni egy ügyre. Az általunk megkérdezett kommunikációs szakember szerint az is újdonság a közösségi ellenkampányban, hogy párbeszéd alakult ki a közösség és a média szereplői között egy politikai történés kapcsán. Azért most jött el ennek az ideje, mert amúgy is az ország lakossága egy picit felfokozottabb állapotban van, és keresik azokat a csatornákat, ahol hallathatják a hangjukat, és most úgy tűnik, hogy ez a Facebookon így megtörtént. A Hír TV vasárnap a gúnyolódó közösségi bejegyzések miatt már saját magát látta áldozatként, mert szerintük a közösségi oldalon lejárató kampányt folytatnak ellenük. De persze Dajcs Tamás sem állhatta meg, hogy vissza ne szúrjon a Váradit védő közösségnek. Gúnyosan szabad kábítószerezést követelt a nagyhangú milliárdosoknak, majd Váradit új szoclip celebecskének minősítette.
Ide juttatta az országot! A Párbeszéd és a szájkarate tehát beindult az őszi tüntetések miatt. A bűnügyi nyilvántartást valószínűleg még mindig vadul böngészik a kormányt támogató informátorok, így még kiderülhet, hogy ki ment át a piroson azok közül, akik a kormányt merték bírálni. Hogy ki kerül ki győztesen mindebből, az majd később dől el. Vidas Mihály, Hír 24. Először naplójában, majd részletes vallomásban tárt fel milliárdos áfacsalási ügyet egy szlovákiai nagymegyeri vállalkozó. Állítja, szlovákiai és magyarországi cégek 2009 és 2012 között több ezer tonna gabonát utaztattak, persze csak papíron. Az áfa visszaigénéssel forintban számolva milliárdos károkat okoztak a két államnak. A most a vallomást tevő férfi is érintett volt, de kilépett az adócsalói körből. Február óta bujkált, a napokban jelentkezett a NAV nyomozóinál. Durva adóemelést fogadtak el Baján. Az úgynevezett kommunális adót, ez lényegében egyfajta ingatlan adó, 50-67% közötti mértékben megemelték. Több mint 14 ezer ingatlant érint a változás, az eddigi 138 millió helyett csaknem 220 millió forint bevételt vár ettől a fideszes vezetésű város. A polgármesteri hivatalnál kérdésünkre elmondták, hogy a képviselőtestület 9-6 arányban fogadta el a polgármester előterjesztését. Többen felmondtak az EGRI kórház sürgősségi osztályán, az ok kevés volt a fizetés. A magyar kórházakban már egy orvos hiánya is problémát okoz, hiszen nincs utánpótlás. A főigazgató azt mondja, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a betegek ne nagyon érezzék a hiányt. Azok az orvosok, akik maradtak, többet vállalnak, de a betegeknek így is többet kell várakozniuk. Török Réka riportja. 30 perc, 60 perc. Akinek csak 30 percet kell várnia az EGRI kórházban, jól járt. A többségnek azonban órákba telik, mire sorra kerül. A főigazgató ezzel szemben azt mondja, minden rendben. Gyakorlatilag a kórházunknak a sürgősségi osztálya változatlan formában, változatlan módon szolgáltatást nyújt arra szükséges eseteknek, betegeknek zavartalanul. Annak ellenére is, hogy többen felmondtak a kórházban. Az tény, hogy néhány közreműködő, tehát nem kórházok alkalmazott, a kórháztól elment, megítélésem szerint azért, mert mások még többet fizetnek, de ezt már megszoktuk. A kórház összefogott, és az orvosok még többet vállalnak, mint eddig. Az egyik belgyógyász 30 éve van a szakmában. Itt a kórházban azt mondják, az ilyen orvosok miatt van még életben az egészségügy, meg a beteg. Örömöt találok a betegellátásban, a betegekkel, a kollégákkal való kapcsolatban. A problémát persze ő is látja. Ezt a délutáni beteg áramlatot több dolgozó orvos kollégával lehetne ellátni. Jelenleg most nem tudjuk megoldani ezt a helyzetet. Pénzt kéne szereznünk, hogy beállíthassunk következő, tehát legalább a nap egy szakában még egy orvost. Ezt a véleményt osztják a nővérek is. Vannak olyan időszakok, amikor ha azt mondjuk, hogy 20-25-en lennénk a műszakban, akkor is kevés lenne, de általánosságban ez a minimum feltételnek megfelelő 10 fő az nagyon kellene az osztályra. Csak hogy vállalkozó szellemű orvost nem igazán találni. Legalább 10 orvos ebben a évben elment külföldre a kórházunkból. Egyre kevesebb rezidens érkezik, tehát magyarul az egyetemek, amit kitermelnek rezidenseket, azok közül nem nagyon válasszák a vidéki kórházakat, tehát ez nehezebb. 6-8 rezidenst most is fölvettünk ebbe az évben, de háromszorosát fel tudtuk volna venni. Ez persze nem egyedül az EGRI kórház problémája. Ez egész Magyarországon egyre nagyobb nehézséget okoz a betegellátásban. A főigazgató elárulta, ha most kezdeni a pályafutását, ő is külföldre menne. Török Réka, Hír 24. 2014 első 6 hónapjában már több áldozata volt az AIDS-nek Magyarországon, mint tavaly 12 hónap alatt. Az Unióban tavaly összesen 29 ezer új HIV fertőzöttet regisztráltak. A fertőzés 42%-ában homoszexuális, 32%-ában pedig heteroszexuális kapcsolat során terjed. Intravénás kábítószer használattal a betegeknek csupán 5%-a fertőződött meg. Ma van az AIDS világnapja. László Pár riportja. Ezt a videót az AIDS világnapjára tette ki a YouTube-ra a UNICEF.
A nemzetközi szervezet azért kampányol, hogy minél többen hozzájussanak a mai modern gyógyszerekhez, és azért, hogy miután az utóbbi 8 évben a felére esett, még tovább csökkenjen az új fertőzések száma. Igaz, még így is riasztóak a számok. A vírus 1981-es felfedezése óta 39 millióan haltak bele a szerzett immunhiányos tünetegyüttesbe. Csak tavaly több mint 1,5 millióan, és jelenleg 35 millió fertőzött él a világban. Több mint 2 millióval nőtt a számuk 2013-ban. A hölgy, akinek a kezét látják, azt mondta, hívjuk Ágnesnek. 14 éve fertőzött. Heteroszexuális anya, akit a férje fertőzött meg. Nem azon kezdtem el gondolkodni, hogy mi volt, vagy mi lett volna, ha, mert ennek nem láttam túl sok értelmét. Főleg azért nem, mert hogy tudtam, hogy a férjem meg fog halni. Tehát ilyen esetben már vádaskodni, vagy hibást keresni ebben a dologban túlságosan értelme nincsen. Inkább elmondja az embereknek, hogy felelősség teljes szexuális életet kell élni. És nagyon fontos, hogy attól, hogy valaki fertőzött, még nem veszélyes a környezetére, a családjára sem. Életem legszebb élménye az, hogy a lányom a kezembe adta a kisunokámat, mikor megszületett. De nem mindenhol ennyire felvilágosultak. Ágnesnek sok rossz élménye van az egészségügyben, ezért elég régóta jár előadásokat tartani, hogy megváltoztassa a fertőzöttekhez való hozzáállást. Mert a számuk Magyarországon nő. 2011 óta jelentősen, és idén az első fél évben már majdnem 150 új fertőzöttet regisztráltak. És a bejelentett betegségszám is emelkedik, az első fél évben már 20 betegről tudunk. Még rémisztőbb, hogy 2014 első 6 hónapjában már több halálos áldozata volt az AIDS-nek Magyarországon, mint tavaly 12 hónap alatt. Járvány nincs. Szlávik doktor szerint nem kell kétségbe esni, de nagy a baj. Amellett nehéz elmenni, hogy ezek a számok folyamatosan emelkednek minden évben. Sőt, idén már az AIDS-ben elhunytak száma is emelkedett, és az AIDS-es esetek száma is komoly emelkedést mutat. Ami azt jelzi, hogy ebben az országban kezd elfelejtődni ez a betegség, nehezen diagnosztizálják. Azok, akik úgy gondolják magukról, hogy HIV-fertőzöttek, nem nagyon járnak el szűrésre, és ahogy én látom, a fertőzöttek egyre fiatalabbak. A legfiatalabb betegem 17 éves. Azok pedig a szakemberek szerint nagyon kézenfekvő, nincs prevenció. Olyan a betegség, mintha nem is létezne. A szexuális kultúra nem kerül szóba az iskolákban. Az önkéntesek elvétve jutnak csak be. Ilyen rendezvények meg általában minden évben csak december 1-én vannak. A tiszti főorvos igaz nagyon óvatosan fogalmaz, de szerinte is volna mit javítani a helyzeten. A régebbi időben azért erre több szakember állt rendelkezésre, és a lehetőségeink is tágabbak voltak. Volt például anonim szűrőhálózat az egész országban. Ma elvétve akad ilyen állomás, pedig nagyon egyszerű a dolog, ahogy itt látják. Megszúrják az ujjam, és tudom az eredményt. És ha tudom, akkor eldönthetem, hogy mit teszek. Hát ilyen szűrés, ilyen anonim szűrés egyébként az országban még 3 helyen létezik, illetve összesen 3 helyen létezik, és a fiatalember a 4 képzett szakemberből az egyik itt mellettem. Negyed óra nagyjából, amire kiderül az eredmény, hogy az ember fertőzött vagy sem. Ha valaki nem anonim szeretne szűrni, akkor azonban elmehet bármelyik bőr és nemi beteg gondozóba, és ott a tajkártyájának az elvételével természetesen megnézetheti, hogy fertőzötte. László Pál, Hír 24. Putyin orosz elnök törökországi látogatása során váratlanul bejelentette, nem fogják megépíteni a déli áramlatot, mint mondta, Bulgáriától nem kaptak engedélyt, és ilyen körülmények között nem folytatják a gázvezeték építését. Hivatalba lépett Donald Tusk, az Európai Tanács második elnöke. A korábbi lengyel kormányfő 4 célt tűzött ki maga elé. Az európai alapértékek védelmét, a gazdasági válság felszámolását, Európa szerepének erősítését a globális szintéren, valamint az Egyesült Államok és Európa kapcsolatának erősítését. Búcsúzó elődjének, Herman von Rompuynak egy borostyán követ adott, mert Lengyelországban ez annyit tesz, sok szerencsét. A Moszkva barát ellenzéki szocialisták nyerhetik a moldovai választásokat, a parlament mandátumainak többsége azonban az eddig kormányzó Európa barát koalíciónak jut. 87%-os feldolgozottság mellett a liberális demokrata párt és a demokrata párt együttesen a voksok több mint 35%-át gyűjtötte be. A részvétel 56%-os volt.
A szocialisták vezetője felháborítónak nevezte a külföldi szavazást, szerinte szándékosan rossz megszervezését. Moszkvában például 3000-en egyáltalán nem jutottak szavazólaphoz. A Sony Pictures még be nem mutatott, illetve nem forgalmazott filmjei kerültek ki a netre, köztük a Brad Pitt főszereplésével készült Harag DVD-je. A stúdió a Los Angeles Times tudósítása szerint Észak-Korea által felbérelt hackerek támadására gyanakszik. A Sony ugyanis december végén készül bemutatni egy olyan vígjátékot, amelyben az észak-koreai diktátor Kim Jong-un megölése is szóba kerül. A Sony elleni támadásokat immár az FBI is vizsgálja. Vírus videóként terjed az interneten az az amatőr felvétel, amelyen két indiai lánnyal erőszakoskodik három férfi Delhiben egy buszon. Indiában évente 25 ezer erőszakos esetet jelentenek. A tettesek rendszerint megúszták. Németország egy 23 éves török lányt gyászol, aki két német nőn segített egy gyors étteremben. Bálnaki Sztell összefoglalója. Nemi erőszak is lehetett volna belőle, de úgy tűnik, szerencsésebb véget ér ennek a két indiai lánynak a története. Ahogy korábban sok más társukat, a 20 év körüli testvérpárt is egy buszon kezdték inzultálni Delhi közelében. Fogdosni kezdtek minket és gusztustalan gesztusokat tettek. A nővérem figyelmeztette őket, hogy hagyják abba. Akkor meglöktem az egyiket, aki erre ütni kezdte a testvéremet. A két barátja is beszállt, úgyhogy elővettem az övemet, és azzal támadtam rájuk. A végén a busz lelassított, és kidobtak minket, mondta egyikük a rendőrségen. Az esetet az egyik utas videóra vette, egy másik pedig immelámmal próbált segíteni a lányoknak. A rendőrség már őrizetbe vette a három támadót, és a buszsofőr ellen is eljárást indított. Indiában gyakori a nők elleni erőszak. 2012-ben 25 ezer esetet regisztráltak. Akkor egy 23 éves diákot is csoportos erőszak ért egy Delhi buszon. Belehalt sérüléseibe. Támadóit később halálra ítélték. Németország is még mindig gyászban. Nem egy áldozatra, hanem egy hősre emlékeznek. A 23 éves Tuce két kiáltozó nő segítségére sietett Offenbachban. Erőszakoskodók támadását hiúsította meg. Az önérzetükben megsértett férfiak egyike azonban később baseball ütővel támadta fiatal nőre, aki belehalt a sérüléseibe. A német elnök nemzeti hősnek nevezte a török származású német lányt. Bálnaki Sztella, Hír 24. A napszáma a 10 000, mától kerül ugyanis forgalomba az új 10 000-es, és már mutatom is, hogy hogyan fog kinézni. Így. Hasonló a régihez, csak a biztonsági elemek hangsúlyosabbak rajta, a hologram könnyebben ellenőrizhető. 2018-ig egyébként a tervek szerint az összes címletet lecserélik majd. És most még egyszer a nap legfontosabb hírei következnek. Betiltják a vasárnapi munkavégzést a kereskedelemben, vagyis zárva lesz az üzletek zöme, nem tudni még mi lesz a dolgozókkal. Az őszi tüntetések vezéralakjairól törvénytelenül szivárogtattak, ellenkampányok indultak a karaktergyilkosságok nyomán. Az indiai lányok megvédték magukat, pedig hárman erőszakoskodtak velük a buszon, a támadók rács mögé kerültek. Ez volt már a Hír 24, most az időjárás jelentés következik. Híradó a Story 4-en, tudják naponta 4-szer. Nézzenek minket, viszontlátásra!